Sajtóhírek szerint Lionel Messi mégsem hosszabbít a Paris Saint-Germain-nel. Zlatan Ibrahimovic a szezon végén visszavonulhat a profi futballtól. Új stadionba költözhet a Paris Saint-Germain. A Chelsea továbbra sem tett le Enzo Fernández leigazolásáról. Üdvözlünk titeket a Tiki Taka TV-n, ahol ebben a videóban az Unibet támogatásával beszámolunk nektek a legfrissebb foci hírekről. A La Ligában szereplő Villarreal elfogadta az angol élvonalbeli Bournemouth 23 millió eurós fix átigazolási díjat és 2,5 millió eurós bónusz tartalmazó ajánlatát a 21 éves szenegáli támadóért, Nicolas Jacksonért, aki 2027 nyaráig szóló szerződést köt majd az angol klubbal. A Leeds United tárgyalásokat kezdett a Juventus-szal a 24 éves amerikai válogatott középpályás Weston McKennie átigazolásáról, akit a torinói klub a hírek szerint már egy 20 millió euró körüli összegért is hajlandó lenne eladni, a játékos pedig már jelezte, hogy kész lenne az angol csapathoz igazolni. Az Adana Demirspor megállapodott a személyes feltételekben a Chelsea tulajdonában lévő, de jelenleg kölcsönben az AC Milánban szereplő francia középpályással, Tiemoué Bakayokóval, akivel a török klub 2026 nyaráig szóló szerződést köt majd, évi 3 millió eurós fizetéssel. A játékos egyébként ingyen vált majd klubot, mivel a Chelsea belement abba, hogy felbontsa a 2024-ig szóló szerződését. A Ligönben jelenleg csak a 10. helyen álló Nice 20 millió euró körüli összeget ajánlott a Sevillának a 25 éves marokkói támadóért, Youssef En-Nesyriért, akinek a hírek szerint nem lenne ellenére Franciaországba igazolni, így jó esély mutatkozik rá, hogy a játékos klubcseréje még ebben a hónapban megvalósul. A Tottenham Hotspur egyre közelebb áll a Sportingot erősítő 23 éves jobbhátvéd Pedro Porro megszerzéséhez, aki már megállapodott egy 2027-ig szóló szerződésről a londoni klubbal, amely készen áll kifizetni a spanyol játékos kivásárlási záradékában szereplő 45 millió eurós összeget. A Chelsea a személyes feltételeket illetően mindenben megállapodott a 19 éves francia jobbhátvéddel, Malo Gustóval, így a transfer létrejöttéhez már csak az kell, hogy a londoni egyesület a játékos klubjával, az Olympique Lyonnal is egyességre jusson az átigazolási díjat illetően. A hírek szerint ehhez sem kell már sok, és a védő 35 millió euró körüli összegért válthat majd klubot. Bár Ryan Grafenberg a szezon eddigi részében csupán 221 percnyi játék lehetőséget kapott a Bayern Münchenben, a német klub vezetői állítólag továbbra is hisznek a holland válogatott középpályásban, és fel sem merült bennük az a gondolat, hogy januárban el, vagy éppen kölcsönadják a 20 éves játékost. Az Internél a Fiorentina 25 éves szerb középhátvédje Nikola Milenkovic az első számú jelölt Milan Skriniar pótlására, aki nem szándékozik meghosszabbítani a szezon végén lejáró szerződését, így a szlovák játékos legkésőbb a nyáron biztosan távozni fog a milánóiaktól. Az Inter pedig a hírek szerint már meg is egyezett Milenkovic ügynökével, Fali Ramadanival a személyes feltételekben, ugyanakkor a milánóiak számára a neheze még csak ezután következik, a Fiorentina ugyanis nem kevesebb, mint 30 millió eurót szeretne kapni a védőért. A Sport Italia értesülései szerint amennyiben Nicolò Zaniolo januárban távozik az AS Rómától, akkor a fővárosi klub az Udinese 28 éves Barcelona nevelésnek számító spanyol szélsőjét Gerard Deulofeut igazolná le az olasz támadó középpályás helyére. A Bayer Leverkusen jelezte a Rayo Vallecano vezetőségének, hogy készen áll kifizetni a 23 éves balhátvéd Fran García 10 millió eurós kivásárlási árát. A spanyol balbek sorsa ugyanakkor a nevelőegyesületének, a Real Madridnak a kezében van, hiszen a királyaknak elővásárlási joguk van rá, ráadásul amennyiben úgy döntenek, hogy visszaigazolják a játékost, akkor ők a Vallecanóval korábban kötött megállapodás szerint féláron, azaz mindössze 5 millió euróért szerezhetik meg a védőt. Marcelo Bielsa szerint az Everton jelenlegi játékos kerete nem alkalmas arra, hogy a csapat modern, gyors focit játszon, éppen ezért az argentin szakember vonakodik attól, hogy elvállalja a Liverpooli gárda irányítását. Tegnap hivatalossá vált, hogy a portugál válogatott korábbi szövetségi kapitánya Fernando Santos veszi át a lengyel nemzeti csapat irányítását.
Az Everton helyett a Tottenham Hotspur szerzi meg a Villarreal holland támadóját, Arno Danjumát, aki pedig a minap már orvosi vizsgálaton is részt vett a Merseyparti klubnál. Frank Lampard hétfői menesztése után azonban a 25 éves szélső úgy döntött, hogy mégsem ír alá a liverpooli gárdához, hiszen ő kifejezetten Lampard személye miatt szerződött volna a kékekhez. Ez pedig kapóra jött a támadót kereső Tottenhamnek, amely villámgyorsan megállapodott a játékossal, illetve annak klubjával, a Villarreallal is, és Danjuma vételi opciót is tartalmazó, fél évre szóló kölcsönszerződés keretén belül lesz majd a londoni csapat játékosa. A Newcastle United előre haladott tárgyalásokat folytat az Evertonnal a 21 éves balszélső Anthony Gordon leigazolásáról, akiért 28 millió eurót plusz 17 millió euró bónuszt, vagyis mindent egybevetve 45 millió eurót kínáltak a szarkák, akik a játékossal már megállapodtak egy 2028 nyaráig szóló szerződésről. A Cristiano Ronaldo-t is foglalkoztató Al Nassr két évre szóló, idényenkénti nettó 20 millió eurós fizetést tartalmazó ajánlatot készült tenni a Real Madrid horvát válogatott aranylabdás középpályásának, Luka Modricnak, aki jelenállás szerint a nyáron ingyen igazolható lesz, mivel júniusban lejár a szerződése a királyi gárdánál, amellyel még mindig nem sikerült megállapodnia a hosszabbításról. Játékos cserére készül egymással az Olympique Marseille és a Lorient, melynek keretén belül Terem Moffi a Lorientból a Marseille-be, Bamba Dieng pedig a Marseille-ből a Lorientba igazol, és mindkét támadó 2027 nyaráig szóló szerződést köt majd új csapatával. Az Al Nassr tegnap hivatalosan is bejelentette, hogy a szezon végéig kölcsönben megszerezte a Boca Juniors kapusát, Agustin Rossit, aki egyébként a nyártól, amikor is lejár a szerződése az argentin csapatnál, a brazil Flamengónál folytatja majd a pályafutását, amellyel már korábban megállapodott egy 2027-ig szóló szerződésről. A Premier League-ben szereplő Bournemouth a szezon végéig kölcsönveszi az AS Roma 25 éves uruguayi válogatott balhátvédjét, Matias Vinhát, aki ebben a szezonban mindössze 7 tétmeccsen kapott lehetőséget az olasz csapatban. Ludovic Ajorc személyében 28 éves francia középcsatárt igazolta a német élvonalbeli Mainz, amely a hírek szerint 6 millió eurót fizetett a 2026 nyaráig szóló szerződést aláíró játékossal. A jelek szerint Jeffrey Adelaide mégsem lesz a Sevilla játékosa, a Lyon 28 éves középpályásának fizikai állapotát, erről létét ugyanis az orvosi vizsgálatok során aggasztóan gyengének ítélték meg a spanyol klub orvosai, így az andalúzok minden bizonnyal elállnak a futballista szerződtetésétől. Az OTP Bankliga második fordulójából elhalasztott mérkőzésen a listavezető Ferencváros egy 90. percben elért gólnak köszönhetően 2-1-es győzelmet aratott a Zalaegerszeg otthonában, így az egy meccsel kevesebbet játszó zöldfehérek előnye 11 pontosra duzzadt a tabella élén a második helyen álló Kecskeméttel szemben. A Bundesliga 17. fordulójának tegnapi játéknapján az éllovas Bayern München nagy meglepetésre csak 1-1-es döntetlent játszott odahaza a Köln ellen. A Szoboszlai Dominikkel felálló RB Leipzig viszont nagyon simán 6-1-re nyert a sereghajtó Schalke otthonában, így a lipcsei gárda fellépett a tabella második helyére, és lemaradása már csak 4 pont a Bajor csapattal szemben. A Serie A 19. fordulójának záró meccsén a címvédő AC Milan hatalmas meglepetésre kiütéses 4-0-ás vereséget szenvedett a Lazio vendégeként. Látogass el a büntető.com megújult oldalára és olvass exkluzív interjúkat a sportvilág magyar és külföldi szereplőivel. Ezen kívül elemzésekkel, sportszakmai tartalmakkal, könnyed ismeretterjesztő cikkekkel és portrékkal is találkozhatsz. A linket keresd a leírásban. Most pedig a kiemelt híreink következnek. A La Gazzetta dello Sport értesülései szerint az AC Milan rutinos támadója Zlatan Ibrahimovic a nyáron befejezheti pályafutását, de a klub amolyan utazó nagykövetként továbbra is számítana rá. Amikor a veterán világklasszis 2020 januárjában nagy meglepetésre visszatért az olasz egyesülethez az amerikai Los Angeles Galaxy-től, akkor a legtöbben úgy vélték, hogy már csak levezetni érkezett Európába. Elvégre Zlatan akkor már elmúlt 38 esztendős, és csak fél évre írt alá a milánóiakhoz, opcióval még egy szezonra. Ehhez képest egészen elképesztő teljesítmény nyújtott. Első fél idényében 10 alkalommal talált be a bajnokságban, ami természetesen azt eredményezte, hogy meghosszabbították a kontraktusát még egy szezonra, és a következő idényben 15 gólt ért el a szériában.
Jutalomként megint szerződést hosszabbítottak vele, és bár az immár 40 éves Ibrahimovic az előző évadban sérülés miatt viszonylag sokat hagyott ki, és egyre többször már csak amolyan szupercserének számított, de így is elért 8 gólt, és hozzáállásával, győztes mentalitásával kulcs szerepe volt abban, hogy a piros-feketék megnyerték az aranyérmet. A Scudetto ünneplését követően jelentette be, hogy gyakorlatilag fél évet sérült tércalaggal játszott végig, és meg kell őt operálni, ami legalább 7 hónap kihagyást jelent a számára. A klub viszont ismét új, 2023 nyaráig szóló szerződést kínált neki. A Milán hívek azóta várnak arra, hogy Ibrahimovic végre visszatérjen a pályára, de ez eddig nem történt meg. A svéd ebben a szezonban még nem játszott, és a legoptimistább jóslatok szerint is csak február végén térhet vissza. A milánóiak abban bíznak, hogy legalább a Tottenham Hotspur elleni Bajnokok Ligája visszavágón a csapat rendelkezésére állhat majd, de ha így is lesz, Ibrának előbb-utóbb meg kell hoznia a döntést az esetleges visszavonulásról. A La Gazzetta dello Sport szerint ez már az idény végén megtörténhet, ám a lap úgy tudja, hogy Ibrahimovicnak ebben az esetben sem kell majd elszakadnia az AC Milántól. Az egyesület ugyanis klub nagy követként továbbra is alkalmazná. A milánóiak az utóbbi időben egyébként megpróbálnak jobban odafigyelni egykori játékosaikra. A szakmai stábban például ott van Daniele Bonera, míg Paolo Maldini technikai igazgatóként dolgozik. Bár a Benfica január elején nemet mondott a Chelsea Enzo Fernandezért tett 85 millió eurós ajánlatára, és akkor úgy tűnt, hogy a 22 éves középpályás ebben az átigazolási időszakban biztosan nem lesz a londoniak játékosa, az angol klub a legfrissebb hírek szerint még nem tett le arról, hogy a téli transferablak zárásáig megszerezze a világbajnok labdarúgót, akit azonban a lusitán csapat csak a kivásárlási záradékában szereplő 120 millió eurós összeg kifizetése ellenében hajlandó el. Engedni. Ennek érdekében pedig a londoniak a szuperügynök Jorge Mendesen keresztül a napokban ismét felvették a kapcsolatot a portugál klubbal, és hamarosan újabb, várhatóan 100 millió euró körüli, plusz egy vagy két játékost is tartalmazó ajánlatot tesznek a dél-amerikai labdarúgóért, aki egyébként a Chelsea-vel már megállapodott egy 2030 nyaráig szóló évi 10 millió eurós fizetést tartalmazó szerződésről. Az önkormányzattal való vitája miatt a Paris Saint-Germain a hírek szerint akár el is költözhet a Parc des Princes stadionból, és akár még a Stade de France-ban is otthonra találhat. Az 1970-ben alapított párizsi klub a kezdetektől fogva az otthonának nevezheti a Parc des Princes stadiont, amelyet mai formájában 1972-ben adtak át. Azonban nem a klub, hanem a városi önkormányzat tulajdonában van, és a PSG csak bérlőként használja. A legutóbbi bérleti szerződést még 2013 november emberében kötötték meg, mégpedig meglehetősen hosszú távra, 30 évre. A PSG ezt követően közel 75 millió eurót költött a létesítmény modernizálására, ami a 2016-os francia rendezésű Európa-bajnokságra készült el. Ennek köszönhetően a Parc des Princes befogadó képessége 48 ezerre nőtt, de a klub ezt szeretné tovább bővíteni, és itt kezdődnek a problémák. A PSG ugyanis nem szeretne további súlyos összegeket költeni egy olyan stadionra, amelyik nincs a tulajdonában, és ennek megváltoztatása érdekében állítólag egy 150 millió eurós vételi ajánlatot tett az önkormányzatnak, amely azonban nemet mondott erre, sőt, Párizs főpolgármestere Anne Hidalgo határozottan kijelentette, hogy a Parc des Princes nem eladó, a stadion ugyanis hozzátartozik Párizs örökségéhez. Mindez persze nem nyerte el az egyesület katari tulajdonosainak tetszését, ők ugyanis úgy vélik, hogy az üzleti fejlődés következő lépcsőfoka egy nagyobb befogadó képességű létesítmény. A kérdés már csak az, hogy milyen opciók állnak a PSG rendelkezésére. Egy vadonatúj stadion felépítése ugyanis nem csak rengeteg pénzbe kerül, de meglehetősen időigényes is. Adja magát a megoldás. Párizsban, illetve annak külvárosában van egy 81 ezer férőhelyes aréna, a Stade de France, amelyet az 1998-as világbajnokságra építettek, és nem önkormányzati tulajdonban van, hanem egy konzorcium birtokolja, amelynek vezetője Pierre Köpe nemrég úgy nyilatkozott, hogy már évekkel korábban felajánlották a PSG-nek, hogy játssza a meccseit a Stade de France-ban, és ha úgy adódik, akkor készen állnak arra, hogy befogadják a klubot. Az ismert spanyol sportújságíró Gerard Romero úgy értesült, hogy Lionel Messi nem szándékozik meghosszabbítani a szezon végén lejáró szerződését a Paris Saint-Germain-nel. A hétszeres aranylabda nyertes támadó még 2021 nyarán csatlakozott a PSG-hez, miután kénytelen volt elhagyni nevelőegyesületét, az FC Barcelonát, mivel a rossz anyagi helyzetben lévő katalán sztárcsapat a La Liga szigorú pénzügyi szabályai miatt nem tudott vele szerződést hosszabbítani. Messi PSG-vel kötött két évre szóló megállapodása ez év június
júniusában jár le, tehát már csak kevesebb, mint fél év van hátra a szerződéséből, de még mindig nem lehet tudni, hogy az argentin világbajnok a következő idényt melyik csapat szerelésében kezdi majd meg. Persze a francia egyesület nagyon szeretné, ha Messi maradna, ami nem csoda, hiszen a 35 éves játékos már-már régi önmagát idézve futballozik ebben a szezonban, így a klub mindenképpen szeretne hosszabbítani vele, és az év elején olyan hírek is napvilágot láttak, hogy a decemberi VB döntő alatt a játékos édesapja, aki egyben az ügynöke is, Jorge Messi szóban már meg is állapodott a közös munka folytatásáról a PSG-vel, amely 1+1 évre szóló szerződést kínált a támadónak. Csak hogy Messi szerződés hosszabbítása még mindig nem öltött hivatalos formát, ami a közismert spanyol újságíró Gerard Romero szerint azért van, mert a játékos egyáltalán nem biztos abban, hogy az elkövetkező években is a párizsi csapatban akar futballozni. A zsurnalista ugyanis úgy tudja, hogy a világbajnokság megnyerése megváltoztatta Messi hozzáállását, gondolkodását szakmailag, ezért úgy döntött, hogy egyelőre nem írja alá a PSG szerződés hosszabbítási ajánlatát, és egyéb lehetőségeket is mérlegel. Más források szerint viszont Messi leginkább azért nem szeretne hosszabbítani a francia egyesülettel, mert nem éppen felhőtlen a kapcsolata a PSG szurkolókkal, akik tavaly márciusban a Real Madrid elleni bajnokok ligája kiesés után őt és Neymart is kifütyülték a Bordeaux elleni bajnokin. Ezt a hírek szerint azóta sem tudta megbocsátani a drukkereknek, mint ahogyan az sem igazán tetszik Messinek, hogy a párizsi klubnál minden Kylian Mbappé körül forog, akinek csapattársaival ellentétben gyakorlatilag mindent megenged a vezetők. Hogy ebből mi igaz, azt nem tudni, minden esetre a Gerard Romero által közölt hír újfent táptalajt szolgáltathat azoknak a pletykáknak, hogy az argentin klasszis esetleg szabadügynökként a nyáron visszatérhet az FC Barcelonába. Ugyanakkor a jóval megbízhatóbb újságíró Fabrizio Romano továbbra is azt állítja, hogy Messi a PSG-nél képzeli el a jövőjét, és a felek hamarosan újra tárgyalóasztalhoz ülnek, hogy véglegesítsék a játékos új szerződését. Ezzel pedig az összeállításunk végéhez érkeztünk. Írjátok meg a véleményeteket az elhangzott hírekkel kapcsolatban a videó alatt kommentben. Ha pedig tetszett az összeállítás, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és ha eddig még nem tettétek volna, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra.